Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Mai műsorunkban tehetséges diákok kerülnek a középpontba. Ellátogatunk egy medvehagyma fesztiválra, és egy paralimpikonnal is beszélgetünk. Tartsanak velünk! A Malom utcai táncházban rendezték meg a Pesovár népdaléneklési és népzenei verseny döntőjét. A felsősöknek és középiskolásoknak szóló megmérettetésen 40 produkciót láthatott és hallhatott a közönség. Az óvodásoknak és alsósoknak szóló döntő után ezúttal a felső tagozatosok és a középiskolásoké volt a főszerep a Pesovár Ferenc Fejér megyei gyermek és ifjúsági népdaléneklési és népzenei verseny megyei döntőjében. A táncházban megrendezett versenyre, amelyet a pandémiás időszak miatt az elmúlt két évben nem lehetett megtartani, ezúttal 25 iskolából 120 diák jelentkezett, amely 41 produkciót jelentett. 7 szériás előválogatók után 2 héttel ezelőtt megtartottuk az alsósoknak és az óvisoknak a megyei döntőt, és ma pedig a felsőtagozatosok és a középiskolások lépnek újra, tehát ők már másodszor lépnek fel, hiszen már egy területi bemutatón mindenki fellépett, és a legjobbakat kiválasztotta a zsűri. Ma már kapnak arany, ezüst, bronzoklevelet is a résztvevők. Hány emberke, hány iskolából egyénileg vagy csoportosan lépnek fel inkább? A megye szerte legalább 25 iskolából, a mai napon egy 120 diák, 41 produkció lép a zsűri elé, úgyhogy nagyon szép számmal sikerült ezt a döntőt összehoznunk. Mennyire várták már önök is, és mennyire várják a diákok is, hiszen ha jól tudom, akkor ugye 2 éves kihagyás után lehetett újra megrendezni az eseményt. Így van, a tavalyi versenyünk teljesen kimaradt, nagyon-nagyon hiányzott. Ezért is gondolom, hogy most ilyen szép számban jelentkeztek mindegyik korosztályból és mindegyik településről, mert nagyon várták a gyerekek is, a felkészítők is, hogy végre közösség előtt, zsűri előtt énekelhessenek, úgyhogy nagyon, nagyon vártuk, és nagyon örülünk, mert ősszel ez még nem volt tudható, hogy ilyen szépen lemegy a verseny. Milyen produkciókkal készülnek leginkább? Megvan egy-egy területnek a sajátossága, hogy honnan kell hozni esetleg népdalokat, produkciókat, vagy bárhonnan lehet ezt meríteni? Ezen a versenyen nincs kötelező anyag. Azért sem, mert annyira vegyes a korosztály, óvodástól egészen a középiskolásokig, hogy lehetetlen lenne olyan tájegységet. Mindenki a korosztályának és a felkészültségének megfelelő dalcsokrot állít össze a felkészítő tanára segítségével. A fellépők színvonalas egyéni és csoportos produkciókkal szórakoztatták a közönséget, a 4-tagú zsűri pedig bizonyos szempontok alapján ezúttal is minősítésekkel értékelte az előadásokat. 20 éves zsűri tapasztalatom az, hogy a népzenei versenyeken és népdaléneklési versenyeken a szakértő zsűri az mindig a versenyzőknek szurkol, tehát ez az alapállás, és igazából igyekszünk úgy meghallgatni ezeket a gyerekeket, résztvevőket, hogy átéljük az ő helyzetüket is. Pontosan tisztában vagyunk azzal, hogy mennyi munkával jár fölkészülni, hogy mennyi igyekezet van abban, amit csinálnak, és utána, amikor az értékelés van, akkor igyekszünk úgy értékelni ezeket az előadott műsorszámokat, hogy abból tanuljanak. Tehát igazából ez egy nem csak verseny, nem csak minősítés, hanem egyben egy ilyen tanfolyam vagy mesterkurzus, így is nevezhetjük, mert láthatóan nagyon sokat fejlődnek azok a gyerekek, azok a zenészek, énekesek, akik tényleg odafigyelnek arra, hogy mit mond a zsűri. És hát a másik pedig az, hogy a zsűrik sem mindenhatóak, tehát hogy mi félig meddig kollégáik is vagyunk a felkészítő tanároknak, vagy úgy érezzük, hogy azok vagyunk, és ezért inkább egy ilyen termékeny párbeszéd az, ami ilyenkor zajlik. Természetesen fontos a minősítés, de pont azért nem első, második, harmadik helyet osztunk, hanem minősítést, hogy ezzel is jelezzük, hogy az illető a mi véleményünk szerint hol tart a fejlődésben. Röviden, tömören, milyen szempontok alapján kell értékelni a fellépőket?
Szerencsére Magyarországon már nagyon régóta kialakult ez a fajta szempontrendszer. Egyrészt ugye mivel autentikus népzenéről, népdalokról van szó, nagyon fontos az, hogy a stílust elsajátítsák a versenyzők. Ez azt jelenti, hogy a népzenét is, meg a népdalokat is úgy kell megtanulni, mint hogyha mint egy anyanyelvet, és egy bizonyos tájegységnek a stílusát azt annyira kell érezni, tudni, hogy megfelelő, tehát hogy megfeleljen annak, ami ott szokásos. A zsűri tagjai ezen kívül a magabiztosságot és a felkészültséget is külön figyelték, valamint az egyéni kisugárzás és az előadói készség is fontos szempont volt az értékelés során. A művészpalánták változatos előadásokkal, énekes és hangszeres bemutatókkal készültek a versenyre. Ez egy hegedű, és népi hegedülni most már a negyedik éve népi hegedülök, előtte klasszikus hegedültem valamilyen szinten, de az nem volt egy olyan komoly elfoglaltság, mint ez. Úgy érzem, ebben a népi hegedülésben találtam meg azt, amivel igazán szeretnék majd foglalkozni. Milyen művel készülsz, mivel fogsz fellépni, és mennyit készültél rá? Igen, sokat készültem rá, igen, sokat készültünk rá, van csoportos produkcióm is, szóló produkcióm is. Az első számban fogok hegedülni, aztán énekelni fogok, úgyhogy lesz átöltözés, rohanás, de nagyon várom. Miket fogtok előadni, mi lesz ez a két produkció? Kettő? Több van. Az első egy ördöngös füzesi összeállítás lesz, a nagy kamarával ott felvonul mindenki, lesz egy Szanyi Duda utánzásom, egy csíkenőfalvai balladám, és azt hiszem ennyi, igen. Mivel lennél megelégedve, milyen helyezésre számítasz, úgymond, vagy inkább örülsz annak, hogy itt lehetsz újra? Én nagyon örülök annak, hogy itt lehetek, és hát szeretném magamból kihozni a legtöbbet. Igazából ez egy minősítő verseny, tehát nem helyezések vannak, és szeretném majd meghallgatni utólag a zsűri véleményét, hogy esetleg, ha már hallottak, miben fejlődtem, vagy mit tennének hozzá még a szakmai munkámhoz. Igazából egy véleményre vagyok kíváncsi, és hát szeretném a legjobbat nyújtani. Nem messze van Lőrinc napja. Amerika kultúrája, szokásai, ezeket ismerhették meg a diákok a Bugár Pál Technikumban megrendezett Amerika napon. Nem a megszokott módon, egy tánc bemutatóval indult a szerda reggel a Bugár Pál Technikumban. A diák önkormányzat szervezésében megvalósuló amerikai nap keretében a diákok játékos módon ismerkedhettek meg a kontinens kultúrájával, az ottani szokásokkal. A megnyitón részt vett Mészáros Attila alpolgármester is. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy más kultúrákat is megismerjenek, különböző akár történelmi, akár étkezési, vagy bármilyen más kulturális tényeket más földrészekről, országokról. Az amerikai nagykövetség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt programra a középiskolák pályázhattak, amelyet a Bugát mellett még 5 középiskola nyert el országosan. Ezen a napon igyekszünk olyan témákat hozni a diákjainknak, amely témák és ötletek az ő fejükből indulnak ki. A mai nap is ilyen, egyik diákunk javaslatára indult el ez a kezdeményezés, és a diák önkormányzat munkáját segítő pedagógussal közösen pályázták meg ezt a napot. Ennek keretében számos színes programon vehettek részt a diákok, többek között ellátogathattak a Las Vegas kaszinóba, ahol szerencsét próbálhattak a különféle kártyajátékok világában, mindemellett egy nap erejéig hollywoodi színészek szerepébe bújhattak. Minek hívtak kérdezett téged egyáltalán? Hát, minek van pénzem? Persze, van pénzem, de azért fotót álladni meg nem. A szerepjátékokban a Szabad Színház munkatársai voltak az ifjú tehetségek segítségére. A színesebbnél színesebb játékok a diáktanács tagjai által valósultak meg. A cél az volt, hogy egy nap erejéig az iskola falai közé hozzák Amerikát. Tulajdonképpen onnan jött az ötlet, hogy én a nagykövetségnél próbáltam már egyszer cserediák lenni, viszont az sajnos nem sikerült, és pár hétre rájött egy olyan
program lehetőség, hogy Amerika nap szervezése, és arra gondoltam, hogy ha én nem jutottam ki Amerikába, akkor én fogom idehozni Amerikát, és sikerült is szerencsére. Azon túl, hogy elsősorban a szórakozásé volt a főszerep ezen a napon, rengeteg értékes tudással is gazdagodhattak a tanulók. Nagyon sok csoportot láttam, inkább osztályokat, és beszélgetnek, boldogak, próbálják együtt végigcsinálni ezeket a programokat, úgyhogy szerintem nagyon jó kis közösség, összehozó program volt. Az udvaron hamburger és hotdog árus várta az éhes diákságot, sokan látogatták őt a nap folyamán. A diáktanács elnökétől azt is megtudtuk, hogy a legnépszerűbbnek az Airsoft számított. A programok zökkenőmentes lebonyolításából szinte mindenki kivette a részét. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés volt a diák önkormányzat részéről, hogy egy ilyen nap lehetett az iskolánkban, hiszen mindjárt évvége, mindenki várja. Úgy gondolom, hogy így tavaszi szünet előtt pont tökéletes nap volt ez, hogy nem az iskolában kell ülnünk. Nyilván az iskolában vagyunk, kicsit másképp a hangulat. A rendezvény zárásaként a játékos vetélkedő eredményét is kihirdették, ahol kiderült, ki lett az iskola amerikai és Marvel kapitánya. Programozó tapasztalat, robotok szeretete. Mindez közös azokban a diákokban, akik részt vettek az Óbudai Egyetem versenyén. A fiataloknak különböző feladatokat kellett megoldaniuk robotok segítségével. Zöld színnél egy teljes fordulat, piros szín esetén stop 2 másodpercre. Ez a robot láthatóan már jól teljesítette a megadott feladatokat, de mindehhez sok-sok időre és tudásra volt szükségük a csapatoknak, bizony adottak nehézségek a programozás alatt. Nekünk egyelőre az volt a problémánk, hogy túl hosszúra állítottuk azt a programot, ami előre vitte így a robot, csak így a robot túl sokára állt meg és lecsúszott az asztalról, de most, hogy rövidebbre vettük, elvileg már működni fog. Az NTU általános iskola tanulója bizakodóan tekintett az eredményhirdetésre. Ő és két társa először vettek részt a Bejci Junior robotversenyen. Zsomborékon kívül további 3 fős csapatok mérték össze programozó tudásukat, érkeztek tanulók Mezőfalváról és Mólról is. Közöttük akadt olyan is, akit már egészen kicsikora óta érdekelnek a robotok és a programozás világa. Szeretjük a robotikát, és már több éve foglalkozunk ezzel, és úgy gondoltuk, hogy ez egy jó program, hogy még jobban összehozzuk a csapatot. Dorináik már most számos tapasztalattal rendelkeznek ezen a területen, megvannak a praktikáik egy-egy feladatrész könnyítésére. Főként azzal próbáljuk megkönnyíteni a dolgunkat, hogy az egyszerűbbek, program részeket próbáljuk használni, és azokat, amiket már tényleg többször kitapasztaltunk. Az Óbudai Egyetemen már nem először rendeznek robotprogramozó versenyt általános iskolásoknak. Közel 1 évtizedes hagyománya van, amelynek célja többek között az utánpótlás biztosítása az iskolában. Robotprogramozási versenyeket szoktunk hirdetni középiskolás és általános iskolai szinten is. Gyakorlatilag már nagyjából 1 évtizedes hagyománya van ennek a robotprogramozási versenynek. A Covid-járvány miatt az elmúlt 3 évben gyakorlatilag nem nagyon tudtunk ilyen programot előkészíteni, de most végre sikerült, és remélem, hogy ez tartósan, folyamatosan menni fog tovább. A gyerekeknek ilyenkor feladatleírás alapján kell programozni. Ahogy megyünk előre az időbe, az a véleményem, hogy egyre kevésbé nehéz, mert már nagyon sok iskolában szakkör szinten találkoztak, vagy már konkrétan ezzel a Lego robotkészlettel, vagy valami mással. Tehát akik ide eljönnek, azok már általában annyira felkészültek, hogy tudják, hogy mivel kell foglalkozniuk. Korábban, pár évvel ezelőtt még volt olyan, akinek teljesen az elejétől kellett elmagyarázni, most már ez egyre kevésbé jellemző, tehát egyre inkább része a robot a bárkinek az életének, gyakorlatilag a gyerekek életének is. A verseny végén a zsűri az alapján, hogy hogyan sikerült teljesíteni a feladatokat, pontozta a diákok munkáját, a 3 legtöbb pontszámot gyűjtött csapat pedig jutalomban részesült.
Első alkalommal rendezett medvehagyma fesztivált a Vadex ZRT a Soponyai Ökoturisztikai Központban. A húsvéti hosszú hétvége szombatján sokan voltak kíváncsiak az eseményre. Nagyon érdekel minket ez a fesztivál. Milyen programokat kerestek leginkább? Hát a vadászbemutatókat, leginkább a kóstolós részek. Medvehagymáról milyen tudomásod van? Őszinte legyek? Nagyon finom, én nagyon szeretem. És leginkább az érdekel, hogy hogyan lehet őket ugye felismerni. Hogy ne, ugye lehet, össze lehet keverni az egyik virággal. Számos program várta az érdeklődőket az első alkalommal megrendezett Medvehagyma Fesztiválon a Soponyai Ökoturisztikai Központban. A Vadex ZRT szervezésében megvalósuló programon a látogatók megismerhették a medvehagymát és felhasználási módjait. Volt kutyás bemutató, vadászgörény bemutató, gasztronómiai programok, a gyerekeket pedig bábszínház és erdei játszótér is várta. Számos programmal várjuk a látogatókat. Egyrészt szeretnénk bemutatni ezt a sokoldalú növényt, hogy mennyire sokféleképpen fel lehet használni a gasztronómiában is, illetve a kisgyerekeknek és a kisgyerekes családoknak is készültünk sok programmal. Kutya bemutató, állati jó bemutató, változatos színpadi zenei programok és rengeteg gyermekprogram várja a látogatókat. Mi medvehagyma ügybe érdeklődtünk, és rendszeresen jártunk le Orfire. Aztán most itt a közelben lakunk Nagydarogon, Paks mellett, és aztán láttuk, hogy itt lesz az első, és hát örömmel. Mondjuk ezt megnézzük feltétlen. Itt az unoka is, nagylányunk is, úgyhogy, és így együtt eljöttünk egy kicsit körülnézni. Mit szólnak eddig a programokhoz? Nagyon tetszik minden, nagyon ügyesen, nagyon jó szervezés. Tehát ha az első ilyen, akkor ezt még biztos rátesznek egy lapáttal a későbbiekbe, de ide fogunk járni, ha ilyen jó szervezet lesz. A Vadex ZRT jó néhány standot felállított a rendezvényen, ahol számos gasztronómiai különlegességet lehetett találni, köztük például medvehagymás szarvassonkát is. Konkrétan a Soponyai vadfeldolgozó üzemet képviseljük, illetve a Jancsár utcai erdei delikáteszt, és mindenféle csemegét, finomságot, vadhústermékeket, mézeket, különböző lekvárokat, szörpöket, szárított gombákat, ami a szemszájnak ingere gyakorlatilag, minden, ami az erdő megterem, az megtalálható itt nálunk. Van esetleg olyan termék is, ami medvehagymát tartalmaz, vagy valami közel van a medvehagymához? Így van, kifejezetten erre az alkalomra készítettünk egy medvehagymás sonkát, szarvas sonkát, úgyhogy nagyon sok szeretettel ajánlom majd megkóstolni, isteni finom. Ízek a vadászházból hirdeti a tábla, látok itt kolbászokat, falatkákat, pástétomokat, pontosan miket lehet itt megkóstolni? Hát alapvetően vadhúsból készítünk pástétomokat, vaddisznóból meg szarvasból, továbbá szarvaskolbászt, és ezen kívül van még néhány termékünk, szintén vadhúsból, ami most itt nem látható. Milyen termékeket, milyen ízvilágot keresnek leginkább az emberek? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy a mi termékeink nagyon kedveltek, 10 éve foglalkozunk ezzel, abból 7 éve már egy regisztrált vadhúsfeldolgozó üzem ben gyártjuk a termékeinket, egyébként minden alapanyagot a Vadextől veszünk. A legnépszerűbb termékünk az a vargánya gombás szarvas pástétom és a vaddisznó riet, de ezen kívül 11 féle pástétomunk van összesen, és mindegyik fogy szépen. Valamilyen medvehagymás különlegességet láttunk, én úgy látom, hogy risotto is mellette még valami húsi féle, de mi ez pontosan? Igen, ez már csak a vége szerencsére, egy jó sok adagot elvittek már. Ez volt a főételünk, amit kóstolóba kínáltunk, egy sous vide sertésszűz, medvehagymás risottóval, medvehagyma ropogóssal és medvehagyma olajjal öntöttük meg, és azért mondjuk el, hogy ami már elfogyott, az egy jutúrós, illetve egy medvehagymás jutúró krém volt, szalonnapörccel kínáltuk és friss házi kenyérrel. Hogy jött az ötlet ennek az ételnek, milyennek a különlegessége a medvehagymán kívül? Hát kollégámmal, akivel a Skóla Kulina főzőiskolában dolgozunk Székesfehérváron, gondoltunk valamit, hiszen a felkérés arról jött, hogy vegyünk részt a medvehagyma fesztiválon, természetesen valami medvehagymással. Ez jött ki belőle. Reméljük, hogy íz lett, és azt gondolom, hogy a visszajelzések ezt megerősítik. A fesztivált az említettek mellett különböző zenei fellépések színesítették, aki akart, kaphatott hennát vagy csillámtetkót, meg lehetett nézni, hogy történik a madárgyűrűzés és a solymász bemutató, a gasztronómiai élmények után pedig táncház várta a közönséget.
Nem is olyan régen hazánkban is bemutatkozott a para jégkorong, a cseh és a szlovák válogatott meccselt egymással. Az eseményen itt volt Dani Gyöngyi egykori paralimpikon is, akivel a sérült sportolók integrációjáról beszélgettünk. Mi ennek a mai napnak az üzenet? Ez mégiscsak ez egy történelmi pillanat, hiszen ez a sportág itt Magyarországon először került bemutatásra. Igen, para jégkorong Magyarországon még nem volt eddig. Van sok csapatsportunk, van kézilabda, van kosárlabda mozgássérülteknek, van ülőröplabda, de nagy hiányosság volt, mindenután nagyon-nagyon sok klassz jégcsarnokunk van, hogy legyen para jégkorong csapatunk is. Többen, mikor meghirdettem a Facebookon először, hogy szerveződne egy ilyen, és lenne kedve valakinek hozzá, nagyon-nagyon sokan rácsaptak. Meglepő volt, hogy nálunk nagyon sok lány csapott rá a történetre, hogy szeretnék kipróbálni ezt a sportot, majd meg is interjúolhatjátok őket, mert ülnek a lelátón. És akkor úgy döntöttünk az alapítvánnyal, Paraktív alapítvánnyal, hogy belevágunk ebbe a történetbe és megszervezzük. Csehországban voltak már egy edzőtáborban négyen, Jancsó Péter kollégámmal, és akkor hívtuk meg őket, hogy jöjjenek el hozzánk egy ilyen bemutató mérkőzésre, hogy megnézzük élesbe, hogy mi ez az egész, hogy miről szól ez a sport. Én ahogy itt beszélgettem a Fehérvári klub munkatársával, azt mondták, azt hallottam tőlük, hogy nyitottak lennének arra, hogy itt Fehérváron legyen egy fix bázisú csapat. Mit jelentene az ennek a sportágnak, illetve a parasportolóknak, hogyha tényleg a legsikeresebb magyar jégkorong csapattal karöltve lehetne egy ilyen csapat Magyarországon? Azt gondolom, hogy mostani rendezvény is bizonyítja, hogy itt Székesfehérváron minden adva van ahhoz, hogy egy jó csapatuk legyen. Jelentkezők is vannak Székesfehérvárról, illetve ami nagyon jó ebben a sportágban, hogy akár ezt együtt is tudjuk csinálni, mozgássérültek és éppek, hiszen te is be tudsz ülni a szánkóba, meg tudod tanulni, hogy hogyan kell kezelni. Péter kollégám ugye ő éppként beült, elment az edzőtáborba, és nagyon-nagyon élvezte. Fábián Attila, akinek a fejéből egyébként kipattant ez az ötlet, ő a síszakáknak a vezetője, para síszakáknak a vezetője. Ő volt az, aki kezdeményezte, hogy csináljuk meg ezt, tehát hogy hozzuk létre Magyarországon a para jégkorongot, és keresünk csapatokat, és az a terv, hogy hívunk mindenkit, akinek van kedve, hogy jöjjön és üljön be, és próbálja ki a para jégkorongot. És összességében hogy látod a magyar társadalom az elmúlt mondjuk 8-10 évben, az elmúlt években mennyire lett elfogadóbb, mennyire tudnak integrálódni az épek közé a sérültek, mozgássérültek? Szerintem a sport a legalkalmasabb eszköz arra, hogy az integráció megvalósuljon. A kerekesszékes kosárlabdánál is rendszeresen úgy zajlottak régen az edzések, hogy nagyon-nagyon sokan jöttek le épp emberek, és ültek be főiskolások, és ültek be játszani a srácokkal. És amikor már ott ül bent a pályán, és együtt hajtják a labdát vagy a korongot, akkor már nem az látszódik, hogy te mozgássérült vagy, én meg állok, hanem élvezzük a játékot és jól érezzük magunkat. Én azt látom, hogy nekem pozitív tapasztalataim vannak. Én azt látom, hogy amikor már valaki nyit, akkor onnantól kezdve már mint a dominó borulnak le így az előítéletek és a korlátok, és mindent meg tudunk valósítani. Nézzük meg a végén a másik oldalt, hogy mennyire nehéz, mennyire könnyű egy
egy sérült embert rávenni arra, hogy, hogy igenis üljél bele akár egy ilyen szánkóba, vagy egyáltalán menj le a kerekesszékeddel és kosárlabdázz egyet, tehát mennyire könnyű őket rávenni arra, hogy sportoljanak, mozogjanak? Nehéz, nagyon nehéz. Azért, mert a magyar rehabilitáció még nem tartott, hogy egyelőre, hogy efelé is nyitnak, már nyitogatnak. Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben például rendszeresen, amíg nem volt a Covid, addig rendszeresen tartottunk minden évben sportág választókat mozgássérülteknek, amire eljöttek, megnézték, és akkor felbátorodtak. Az lenne jó, hogyha a rehabilitáció része lenne már a kisgyerekkortól kezdve egy mozgássérült kisgyerek esetén, és hogy nyomassuk azt, hogy sportoljon, hogy ne arról szóljon az élet, hogy megtanuljon egyáltalán valamilyen szinten közlekedni, vagy kerekesszékkel, vagy bottal, hanem ezen túlmutatóan a kultúrába vonjuk be azt is, hogy a sport legyen a része az életének. Sokan még mindig félnek tőle, hogy kipróbálják magukat, hogy elkezdjenek sportolni. Ezért küzdök. Amikor abba hagytam, én ugye kerekesszékes vívó voltam Tokióig, és amikor abba hagytam a sportot, akkor az volt a célom, hogy akkor én most azt szeretném megvalósítani, megmutassam, rávegyek embereket, mozgássérült embereket arra, hogy jöjjenek és sportoljanak és próbálják ki. Nem csak a vívást, hanem látjátok a jégkorongot, síelni vittünk nemrégen gyerekeket, meg most a mai napon is Normafán a műanyagpályán síelnek mozgássérült gyerekek. Tehát tervezzük a következő sportágválasztónkat, úgyhogy én azt szeretném, hogyha Magyarország minden mozgássérült emberét meg tudnám mozgatni, és rá tudnám venni a rendszeres sporttevékenységre. Ez volt már az Együtt magazin, köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!